kúria a Mi Hazánk mozgalomnak adott igazat. Lefoglaltuk az LMBTQP felvonulás elől az Andrássy utat és számos más közterületet, így Karácsony Gergely bánatában a szivárványos zászlaját félárbócra eresztheti. Bár a kormány által irányított rendőrség a múlt héten a Mi Hazánk mozgalom ellentüntetését tiltotta be, a kúria ítélete szerint ez jogsértő volt, és az éjféli határidő után 3 másodperccel történt első érvényes benyújtásként fogadtatták el az általam ügyfélkapun bejelentett gyűlést. Így az Andrássy úton idén júliusban nem vonulhatnak a deviánsok, ahogy több más fontos közterületen sem. Amit tehát a Fidesz kormány 11 éve nem tud, vagy nem akar, azt mi idén megoldottuk. Köszönet érte dr. Gaudi Nagy Tamás ügyvédnek, a Nemzeti Jogvédőszolgálat vezetőjének, illetve a nemzeti ellenállás, a magyar ellenállás keretében hosszú évek óta számos nemzeti szervezet küzd ezért. Most is a több tucatnyi bejelentésünk keretében a 64 vármegyei ifjúsági mozgalom és az Európa Patriótiái Egyesítsétek Erőiteket mozgalom aktivistája is közreműködött. Az úgynevezett Budapest Pride heterofób szervezői múlt héten még engem vádoltak hazugsággal, az Indexnek úgy nyilatkozva, hogy a Novák Előd által vágyott jogvita egyszerűen nem létezik, nem foglaltak be előlünk semmit. Az LMBTQ propagandisták most azzal folytatják a hazudozásaikat, hogy szerintük a kúria tegnap közzétett ítéletei alapján a magunk fajták akciói nem sikerültek. Nos, valójában jogvita először is igenis volt természetesen, épp ezért került a kúria elé a bejelentések ügye. Két nemzeti radikális aktivista azt sérelmezte, hogy ők másfél perccel, hogy az ők másfél perccel éjfél után tett bejelentéseit a rendőrség szerint megelőzte az LMBTQP felvonulás, melyet a kijárási korlátozás ideje alatt jogszabálysértő módon éjfélkor személyesen jelentettek be, a rendőrség szerint 1 perc alatt, ami életszerűtlen is. A kúria ezekben nem látott kivetni valót, de az általam tett bejelentés rendőrségi megtiltását hatályon kívül helyezte. Nyilván nem lehet minden helyen, minden időre lefoglalni a deviánsok elől, de a legszimbolikusabb Andrássy útról való kiszorításuk és több más reprezentatív tér lefoglalása igenis komoly siker és jelzésérték. Elég volt az LMBTQP propagandából, nem kérünk a lezárások idején is szerte a világból ide szervezett aberáltakból. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely a homoszexuális propaganda felvonulás betiltását követeli, hiszen mi a már a mindenféle szexuális devianciát népszerűsítő felvonulások ügyében se Gyurcsányék támogató, se Orbánék tűrő politikáját nem fogadjuk el, a tiltást szorgalmazzuk. Az évről évre ismétlődő eseményen számos olyan kihívóan közösségellenes magatartás történik, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen, tehát a garázdaság definícióját kimeríti a felvonulás, ahogy a szabálysértési törvény 192. paragrafusa szerinti közerkölcs megsértése és a BTK 205. paragrafusa szerinti személyremsértés is megvalósul. Ezekre a rendszeresen előforduló esetekre, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat által is dokumentált esetekre való hivatkozással is kezdeményeztem az LMBTQP felvonulás betiltását, de a kormányzat sajnos letérdelt a homoszexuális lobby előtt. Pedig dr. Falus András akadémikus, genetikus is egyértelművé tette, hogy a homoszexualitás terén a genetikai háttér megléte fokozott hajlamot és nem végzetet jelent. A homoszexuálisok szaporodásának sajátos módja tehát a propaganda, melynek véget vetne a Mi Hazánk mozgalom, hogy legalább a divat homoszexuálisok számát csökkentsük. Nos, bár a győzelmet nem kell megmagyarázni, de azért átadom a szót dr. Gaudi Nagy Tamásnak, a Nemzeti Jogvédőszolgálat vezetőjének. Parancsolj! Köszönöm szépen! Igen, annyit tennék hozzá az ügyhöz, hogy azt gondolom, hogy egy komoly jogi csata zajlott valóban, és a kúria nagyon komoly eljárást folytatott ebben szintén, hiszen egy
A három kereset ügyében öttagú tanácsok alakultak, amelyekben egyébként részt vett a kúria elnöke, a kúria elnök helyettese is, tehát komoly szakmai, magas szintű munka folyt, és ennek keretében nyugodtan mondhatjuk, hogy Novák előtt bejelentése ügyében született ítélet, mint egy példamutató jelleggel világossá teszi azt, hogy ha valaki az elektronikus ügyintézés szabályai szerint él egy gyülekezési jog kapcsán egy bejelentéssel, akkor nem szorulhat háttérbe, nem szorulhat hátrányba ahhoz képest, aki személyesen jelenik meg, ráadásul egy kerületi rendőrkapitányságnál, és nem itt a BRFK székhelyén, hiszen a gyülekezési törvény világosan jelzi, hogy a gyülekezést bejelentést, de hatáskörre Budapesten a BRFK, a központi szerv rendelkezik. Tehát a lényeg az, hogy van egy olyan szakasz az elektromos ügyintézési törvénynek, mely szerint akkor tekinthető megérkezettnek az irat, amely időpontra szólóan ezt a szolgáltató visszaigazolja. Ugye Novák előd esetében ez ugye 0 óra, 0 perc, 3 másodperc, ezért a 0 óra 1 percre datált és másodperc alapon nem feltüntetett Pride szervezői bejelentéshez képest mindenképpen hamarabb van, és ugye ezáltal ezt az ikonikus szép területünket sikerült kivonni, az Andrássy utat ezen szexuális deviáns rendezvény alól. Azért nem lehet szó nélkül amellett sem elmenni, hogy milyen megközelítést tükröz a Pride szervezőinek ezzel kapcsolatos jogi elemzése, ami tegnap megjelent, jogi politikai válasza, ha úgy tetszik, amelyben egyrészt negligálni próbálják ugye azt, hogy itt egy hatalmas eredményt értek el a normalitás pártiak, és következetesen most figyeljünk, transzfób és homofób fundamentalistának vannak nevezve azok, akik a normalitás érdekében ma Magyarországon olyan rendezvényeket szerveznek, ahol a büszkeséget, a heteroszexuális büszkeséget szeretnék bemutatni, amire természetesen joguk van. Ők joggal való visszaéléstől beszélnek. Hát világossá tette Novák előtt is, és tudjuk jól, hogy maga az egész mozgalmuk és annak az eseményei, azok mind joggal való visszaélés gyökerében élnek, hiszen ők nem hátrányos helyzetűek, pusztán olyan többletjogokat nem kapnak, amiket maguknak szeretnének. És a joggal való visszaélés abban is megnyilvánul, hogy ezeken a bejelentett rendezvényeiken valóban rendszeresen, visszatérően, akár szabálysértéseket, akár bűncselekményeket, garázdaság, személyremsértő cselekményeket követnek el, tehát mindenképpen ilyen szempontból sérték ugye a normalitás párti többséget. És még egy utolsó gondolat, ők békés többségnek nevezik magukat. Tehát eljutottunk oda, hogy már olyan gátlástalan és pofátlan szintre emelkedett az ő arroganciájuk, hogy képesek egy egyébként elvesztett jogi csata után a magukat, mint megsértett békés többségnek feltüntetni. Hát ezért fontos az, hogy egy nemzeti összefogás legyen hazafias szervezetek részéről, illetve a kormányzat részéről is sokkal határozottabb, sokkal keményebb, a rendőri szervek részéről is sokkal határozottabb fellépés kell, hogy ezt az egész propaganda gépezetet, ezt a veszélyes, szexuális deviáns árokásást meg lehessen állítani nemzetünk felmaradása érdekében.